itt maradni. Leülni Juhász Gyula asztalához, sóhajok hídja alatt, ugyanabban a harangszóban, levelet írni Nakonk Szipánban, ugyanazon a kórházi ágyon. Itt maradni. Őrizni Dózsa fejét Annával, aki nincsen többé. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntöm a résztvevőket, barátaimat, írótársaimat, a Szegedi Írók Társasága Itt maradni című antológiának bemutatóján. Hadd mutassam be a közreműködőket, akik az es során meg fogják osztani velünk a verseket is, az antológiában szereplő versek közül. Elsőként Fabuja Andreát hallottuk. És a hölgyeknél folytatva Antal Anikó fogja majd szintén formátolni a verseket. És hát az est főszereplője azok nem mi vagyunk, hanem az a picike kis könyv, ez a zsebkönyv méretű antológia, az Itt maradni címmel, és itt van rajtunk a szerzőkön kívül ennek a kötetnek a szerkesztője, aki meghívásunkat elfogadta, Sziget-Szent Miklósról érkezett, író, költő, irodalomtörténész Farkas Gábort hadd köszöntsem sorainkban. És ha megengedik, akkor én helyet foglalnék. Előzetesként azt lehetne mondani, mielőtt még folytatnánk verseket, hogy teljesen új számunkra, mint Szegedi Írók Társaságának ez a mai antológia, illetve az antológiának a bemutatása is, maga ez a könyv. Sok szempontból, ha lehet azt mondani, újítottunk. Valamikor 2014 végén közgyűlésen, elnökségi ülésen vetődött fel az az évek óta elhúzódó gondolatunk, hogy milyen lenne akkor, ha az Írótársaság egy saját antológiával jelenne meg a szegedi palettán. Eddig is volt Szegedhez kötődő antológia, sőt, több éven keresztül futott ilyen néven, és ma is van ilyen antológia. Ebben az antológiában a Szegedi Írók Társasága részt vett, de nem kizárólagos szerkesztője volt tulajdonképpen, hanem mindig a szerzőink egy része tudott ebben megjelenni. Az idei megjelenés ebből a szempontból teljesen új, hogy az Írótársaság tagjait kértük fel, hogy tiszteljék meg ezt az antológiát a jelenlétükkel, írásukkal, prózájukkal, versekkel egyetemben. A másik újdonság, tulajdonképpen ilyen száraz tényekkel kezdjem, az maga a szerkesztés módja, annak az alapelve volt szintén az eddigiekhez képest új. Ezek a megjelent írások ugyanis nem elsődleges szűrőn mentek át és kerültek bele az antológiában, hanem egyszer már megmérettek. Ugyanis az volt a felkérésben, és ez egy szándékolt, hát tulajdonképpen törekvésünk volt, hogy egyszer már publikált országos vagy országos illetőségű labban megjelent alkotásokat kértünk a szerzőktől. Igazából ott már egy szűrőn így átmentek ezek az írások, és ebből a csokorból, ha lehet mondani, még egy harmadik újítással tudtunk előrukkolni, azt, hogy nem mi, vagy nem az Írótársaság elnöksége végezte maga a szerkesztést, hanem tulajdonképpen egy külső szemet, külső fület kértünk meg, Farkas Gábort, aki kívülről jobban láthat talán bennünket, szegedieket. Mindig az az érzésem, hogy amikor idegen helyre megy az ember, akkor szerintem sokkal jobban észreveszünk azokat a dolgokat, mi idegenek, vagy nem odavalósak, mint a helyben laknánk és elmegyünk mellette. Gondolom ez így volt a te esetedben, és jobban látsz bennünket, jobban látod az Írótársasági tagjoknak az alkotását, mintha saját magunk bajlódtunk volna igazából ezzel. Tehát nagyon sok dolgot itt röviden elmondtam, ezek az új szerkesztési elvek. Gábor, ha megkérhetnélek, hogy milyen hatást gyakorolt rád, amikor először is kaptál egy e-mailt, hogy téged szeretnénk felkérni ennek az antológiának a szerkesztésére. Hát hozzáteszem rögtön akkor az elején, hogy annyira idegen azért nem vagyok, bár miskolci születésű,
ként az irodalommal, aztán Debrecenben ismerkedtem tovább, elmélyült ebben az egyetemen, és jelenleg pedig Pest mellett élek, tehát valóban mintha Szegedhez semmi közöm nem lenne, de azért hozzá tartozik, hogy a Gál Ferenc Főiskolán egyháztörténés szakon végeztem másoddiplomát, úgyhogy 3 évig igencsak sokat jártam én erre, ami sokat segített egyébként abban, hogy ide találjak, mert vasútállomásban leszállva azt az infót kaptam, hogy a Dugonis teret keressen meg, és hát úgy a nagyáruház, na ez a nagyáruház volt ismerős, ennyit erről. Tehát teljesen idegenként nem funkcionálok, én úgy érzem, de én úgy gondolom talán a szerkesztésre való fölkérésben ez is talán egy szempont lehetett. De nyilvánvaló hangsúlyosabb szempont lehetett az, reményeim szerint hangsúlyosabb szempont lehetett az, ami az irodalom elméleti írásaimban manapság megjelenik a folyóiratokban, bár amit azokban megfogalmazok, az pont összefügg azzal, hogy ezeket nem sokan olvassák. Tehát manapság én arról írok, hogy bármennyire szeretnénk mi irodalmárok, irodalommal foglalkozó emberek, legyen az szépíró, legyen az irodalmár, azt, hogy a társadalom számára az irodalom olyan közel legyen, mint Adiék vagy Pilinszkék idejében, vagy Mándi Ivánék idejében, valljuk meg őszintén, nincs olyan közel. Jó magam az irodalmári tevékenykedésem mellett középiskolában is tanítok, magyar nyilván, úgyhogy közelről látom azt, hogy távol van az irodalom és a mai magyar társadalom, mint ahogy ezt azért már pár interjúban el is mondtam. Én úgy éreztem, amikor ez a nyár folyamán ez a felkérés megtalált, hogy egy picit talán összefügg ezzel a látásmóddal az, hogy engem kértek meg ennek az antológiának a szerkesztésére, a művek szelektálására. Én mindenképpen azt úgy álltam hozzá a kérdéshez, hogy miért érdemes ma Magyarországon irodalmi antológiát, kortárs irodalmi antológiát megjelenteni. Szerintem azért itt a teremben most mindannyiunk számára ez egy sarkalatos kérdés kell, hogy legyen, hogy érdemes-e a ma emberének irodalmi antológiát egyáltalán bármiféle kortárs szépirodalmi kötetet megjelentetni. Tudom, hogy kiadói részről is, tehát van olyan szerző közöttünk, aki kiadói részről is érdekelt, úgyhogy szerintem ő egyet fog velem érteni abban, amikor azt mondom, hogy valahol ott kezdődik, és ezt egyébként Pali barátom legutolsó kötetében, a kötetének az előszavában én ezt ki is fejtettem, de most direkt nem fogom magamat szó szerint idézni, csak így emlékezetből, hogy amellett, hogy a verséről is írtam, ki is fejtettem, hogy ott kezdődik az érdekeltség, hogy a ma irodalma próbál igazodni, mondjuk kinyíltan, a mai divathoz, a közkedveltséghez, ahhoz, hogy mit is szeretne a társadalom. Hát a társadalom egy tetemes része való világot szeretne, meg éjjel-nappal Budapestet szeretne, tehát szerintem ez az irány, ez úgy, ahogy van, veszett fejsze. Jó lenne visszatalálni ahhoz, hogy nem az irodalomnak kell igazodnia a társadalmi közigényhez, hanem formálnia kell a társadalmi közigényt. Ahogy ez megvolt Adiék idejében, ahogy ez megvolt Pilinszkék idejében, ahogy ez megvolt még a 89-es rendszerváltás idejében is. Hogy egy kicsit történelmi dolgot is behozzak. Ma nincs meg. Ma nincs meg, és az, hogy ennyi író szervezet létezik párhuzamosan, amiről valljuk be őszintén az átlagembernek gőze nincs, hogy hát író szövetséget hallott még valahol, szépírók társaságát is esetleg valahol,
meg még Fiatal Írók Szövetségét, meg még esetleg József Attila társaság, esetleg, de abszolút semmi értelme nincs ennyi író szervezetnek addig, pláne úgy nincs, hogy ezek általában vitatkoznak egymással, vagy legalábbis a kanonizáció tekintetében állandó vitatéma, hogy akkor mit ismerünk el irodalomnak, szép irodalomnak, akkor, amikor azért idegen nyelvterületen semmilyen vita nincs arról, hogy mit ismerünk el szép irodalomnak. A Joan Rowlingtól kezdve a Szürke Ötven árnyalatáig bezárólag, meg az Éhezők viadaláig bezárólag minden szép irodalom angol nyelvterületen. És ott erről vita nincs. Aki regényt ír, a szép irodalmat ír. Mindegy, hogy milyen annak a regénynek. Ez is egy korunk betegsége. De mindenképpen visszatérve az alapgondolathoz, tehát én azt mondom, hogy úgy antológiát, egy regionális színezetű antológiát kiadni, hogy mindenképpen olyan szerzők kerülnek a gyűjteménybe, akik már megmérettettek, akik már országos folyóiratban is közöltek. Innentől kezdve én azt mondom, hogy a regionalitáson túllépve esélyt látok arra, és így vállaltam a felkérést és az előszó megírását, hogy talán esély nyílik arra, hogy akik ezt a kötetet a kezükbe veszik, azok valamiféle példázatot vesznek a kezükbe. Valamit arról, ami korunk lenyomata. És én hiszem, középiskolai magyar tanárként is, meg szépíróként is, meg irodalomkritikusként is, hogy korunk lenyomatát tükrözi a mai kortárs irodalom egy tetemes része, és ennek el kellene jutni a mai magyar társadalomhoz, az átlagemberhez is. És hogyha egyes kötetek, egyes szerzők saját kötetei nem is, talán ezek az antológiák el tudnak jutni. Már az egy szép eredmény, hogy telve van a terem. Visszaadom a szót, elnézést. Bizony, és ugye, amit ugye említettél, még ahhoz érdemes hozzárakni, hogy tényleg abból a szempontból is, a regionalitás szempontjából is új ez a kis könyvecske, hogy budapesti szegedi kiadású közös megjelenésben jelenik meg. Tehát ezt a fajta filozófiát, amit ugye mondtál és említettél, ezt a szemléletet mondja, szemléletet inkább, ezt még jól is képvisel ez a kiadvány, hogy nem burkolózzunk be annyira csak Szegedbe, hanem az irodalomba, a kortárs magyar irodalomba, ha lehet így mondani. Szerintem az első kis részünket, azt felkérem Antal Annikót és Fabuja Andreát, hogy akkor osszák meg velünk az antológia szerzőinek egyes műveiből. Pintér Lajos, a csavargó monológia. Ha meghalok, Csongrádon temessetek. Lesz egy színész, ugye lesz? Ki elszavalja a Felfeldobott kő című verset. Lesz egy énekkar, gimnáziumi diákok, ugye lesz? Kik eléneklik a szózatot? A csavargó ezt motyogja magában, mikor a halpiacon a halálára gondol. S motyogja még magában, fölötte kék az ég, gyönyörű kék, s motyogja még magában, soha sem mond, hogy soha. Soha sem mond, hogy mindörökké. Ennek az esnek az elején én egy mottót mondtam el, a kötet mottóját, bizonyára mindannyian tudják, de mégis hadd mondjam el a költő nevét, Petri Csató Ferenc volt a költő, akitől ez az idézet származott. Most pedig Veszelk Attila verse következik, Rőzsefüst. Ilja Mihálynak. Részeg és szótlan, de a fák beszédét hallja. Régtől érteni véli hangját mindeneknek, barna okos szeme résnyire szűkül.
Kék borókán szunnyad a vén idő most. Táncra perdül, hajlik a szép cigánylány. Összebújnak halk szeretők, kutakból csorran a reggel. Hangzik immár dús pagonyon madárfütty. Édesen duzzadnak a sárga szőlők, s túl a lankán újra serény a présház. Telnek a hordók. Telt pohárral hallgat a pán. Szakállán bíborfénnyel csillog a sűrű óbor. Rőzsefüst csiklandja az orrát, lustán leng az ökörnyál. Csontos Márta. Valaki ő. Valaki vízé álmodta a tengert, s kék vásznat feszített a színpad fölé. Valaki virágokat ragasztott a mezők ölébe, s hitte, a létláncban az elsőbség az övé. Valaki felhevítette a hideg követ, s vágydal kifaragta boldog herceget. Valaki gyógyfüveket talált a gyomok között, s összeterelte a szétszélet lelkeket. Valaki a harangszóban hallott örömódát, s parafálta a zsoltárok szövegét. Valaki önmagát már halottnak hitte, mikor angyalszárny érintette két szemét. Valaki nem mérte többé az időt, s ráérzett végre az igazi ritmusra. Valaki felhők elé fogta a vadlovakat, s volt még valaki, ki az utolsó szót kimondta. Köszönjük szépen! Az itt elhangzott munkákból is látszik, ezt mi már tudjuk, hogy mennyire lefedi az országos folyóirat, irodalmat, palettát. Csak néhány nevet hadd soroljak el a megjelent munkák megjelenési helyéből. Ugye itt megtaláljuk a Tiszatájon kívül természetesen országos irodalmi lapot, Magyar Naplót, a Parnasszust, Poliszban, az itt elhangzott vers Csontos Márta vers például, jól tudom, a Poliszban jelent meg, a Bárkának, ugyanígy lehet megemlíteni a nevét, Forrást, tehát ebből a szempontból látszik, hogy a válogatás során azt kérdezném tőled, hogy ugye regionalitás országos dolog, éreztél-e valamit a szerzők, igen, a szerzőknek még azt hagyd mondjam el, hogy egy bibliográfiát kellett beküldeni, vagy saját alkotást a műveikből, amik megjelentek ezekben a lapokban. És tulajdonképpen a nehéz dolog azért itt állt neked össze, vagy ez egy elég komoly feladat volt, hogy ezekből a már megjelent publikált listákból te választani voltál kénytelen, és itt ugye a terjedelmi korlátok voltak, prózánál leütés, illetve versnél maximum 3 vers lehetett. A válogatásod során éreztél-e minden ezekkel szemben itt a nagy országos irodalmi hangon belül valami szegedi szájízt, vagy szegedi szót? Hiszen akkor ezt mégis azért ismered az itt tartózkodásod során. Találkoztál-e ilyennel? Persze, az mindenképpen motivált, illetve mindenképpen egyfajta iránynak tekintettem azt, hogy Szegedi Írók Társasága antológiája, akkor mindenképpen olyan alkotások legyenek, amik valamilyen formában azért Szegedhez, vagy Szeged vonzáskörzetéhez, regionalitás szempontjából köthetők. De hamar rá kellett jönnöm egyébként, hogy ezek az alkotások, amik országos irodalmi folyóiratokban is megjelentek, irodalmi folyóiratokban is közölve lettek, publikálva lettek, nagyon nagy a szórás, tehát nagyon kevés alkotást olvastam, ami kifejezetten, mint a Juhász Gyulának a Tápai lakzív, csak hogy értsük, mire gondolok, tehát kifejezetten ilyen regionális szempontból kötődéssel bír. Úgyhogy feladtam a szerkesztés során ezt, és inkább az motivált, hogy egyfajta tematikus, máshogy fogalmazok,
a társadalom számára funkcionalitással bíró alkotások kerüljenek bele az antológiába. Hülyén hangzik, elismerem, hogy mi az, hogy társadalom számára funkcionalitással. Az a baj, hogy napjaink irodalma körülbelül 70 éve, még egyszer mondom, 70 éve kb. Legalább, elveszítette ezt a funkcionalitásra való törekvést. Játék, művészet a művészetért, önkifejezés, és mi a társadalmi igény, mi a társadalmi funkciós, kész, semmi. És akkor kérdezem én, Pilinszkék bezárólag jó volt? Csokonaitól kezdve? Meg Balassitól kezdve? Több száz éven keresztül? Az utóbbi 7 évtizedben meg nem? Tehát azért én Szilágyi Domonkossal, amikor foglalkoztam egy időben, most teljesen más téma, elnézést kérek, hogy egy kicsit behozom, akkor találkoztam azzal a problematikával, hogy a Szilágyi Domonkost úgy elemezték irodalomkritikusok, irodalmárok az elmúlt körülbelül 4 évtizedben, hogy a játék, a posztmodern, minden, hát a francokat, társadalmi funkcionalitás. Hát olvassunk már Szilágyi Domonkost, kinyitjuk, hagyjuk, amit az irodalmár leír, meg az irodalomkritikus, olvassuk a Szilágyi Domonkos verset, Szilágyi Domonkostól egy bármelyik, Circum Dederunt, akármi, és látjuk, hogy közölni akar. Bocsánat a meredek kijelentésért, de még az öngyilkosságával is közölni akar valamit. Rá kellett jönnöm néhány hét leforgása után, hogy elnézést, egy kicsit belenézek a papíromba, hogy amikor Simai Mihály bálványok bálja, ugye, hogy zenevihar, lobogólángok, megbabonázott legények, lányok tört akarattal szédülve járják a táncot, akkor ott van az a meredek társadalmi funkcionalitás, hogy a szerző bizony összekacsint olvasóval, hogy állj, ez amiben megyünk, amit élünk, az nem jó. Az nem jó. És itt van az, hogy költészetet nem veszünk a kézbe manapság, igaz? Nem veszünk a kézbe verseket manapság. Vagy tovább menve, még mindig ugye, akkor egy másik vers azt mondja, hogy Horváth István szűrt reál. Mit látsz? Nem a való csak egy képernyőn túli világ. Mikor a 14 éves 8. osztályos lányom az okostelefonjából fölnéz, hogy csápa. Aztán ennyi az egész délután. Tehát, jó, nyilván nem ennyi, mert én azért ott nyomatékosítom neki a lényeget, hogy azért ne, de az az ellenérzés, hogy rajta kívül 30 osztálytársa gondolja úgy, hogy ennyi. Nem érdekes más a világon, csak amit a lokos telefonján elhúzogat. Tehát itt tartunk. Itt tartunk, és amikor a nyugat, vagy az újhold, vagy a regionális pártlapokban még napi szinten megjelenő versek, mert ugyanúgy, én Szegeden nem tudom, de én észak-magyarországi származású vagyok, Észak-Magyarország, Hajdú-Bihari napló, ott ezek voltak. Mi volt a pártlap Szegeden? Csongrád megy, ki gondolta volna. Szóval, tehát a napi lapokban jelentek meg a versek még. Mert jelentek meg még akkor versek. Tehát én 14 éves diákként még olvastam verset a napilapban. De ma sehol nincs. Sőt, ugye ez is érdekes, hogy így a vers mennyire nem találja meg a gazdáit. Én nem csak a mobiltelefon, mindenki így fülhallgatóval utazik a buszon, tehát igazából már egymásra se kíváncsi, vagy még ha egymásra nem is kíváncsi, sokszor még ugye a tájra se. Tehát ha utazunk, ugye maga az utazás is élmény, tehát nem maga az, hogy most elérkezek A pontból B pontba, hanem maga az, hogy történik az az utazás, az a helyváltoztatás öröme. Hát ugye messze vagyunk mi, amikor a
19. században maga a vasút is mekkora élmény volt, akármilyen sebességgel robogott, kocogott, ma meg annyira még ott is, tehát a leggyönyörűbb tavasszal, a leggyönyörűbb most őszi levél színekkel olyan szépen tudnak ugyanígy bedugott füllel babrálni a saját dolgokkal, hogy valami fantasztikus, tehát ez már a mi szempontunkból szinte fölfoghatatlan, hogy a világtól ennyire el tud valaki burokba zárkózni. Na most az írásokba is ezek szerint akkor ez éreztető volt, hogy önmagában az kevés, hogyha a saját fájdalmát úgymond elpanaszolja valaki. Ez egy fontos momentum, amit ugye említettél, hanem legyen valami üzenete. Ha én ezt jól kódolom, mondom ilyen szóval. Tehát fontos egy alkotásnak és ezekben a megjelenő írásoknak is, hogy valami üzenete is legyen. Amire az olvasó úgy azért vágyik szerintem, hogy nem csak egy szöveget kap, nem csak egy textust, nem csak egy posztmodern valamit, hanem annak struktúrája van és üzenete. És itt jön be egy picit a hagyomány, ami viszont visszanyúlik ebbe az alkotásokba is. Érdekes ilyen szempontból. Ez a kis könyvecske ugye távolságokba is nagy utat bejár. Ugye említettük, ugye, hogy Budapest, a Ungarovox kiadó, a Szeged Írók Társasága kiadása, van egy Budapest-Szeged léptéke is, van egy ilyen regény, akkor általad van egy ilyen szép észak-kelet-magyarországi, meg Pest alatti, Szigetszentmiklósi regionalitása, de ugye van több olyan, van egy olyan szerzőnk is benne, aki európai szinten, amit mondtál is, hogy amit európai szemlettel irodalomnak neveznek, az önmagában az. A Kecsmár Szilvia, aki Brüsszelben a férjével él, és amikor az ember most így hadd emeljem csak így ki, messziről ide is jöttek, és itt is foglalnak közöttünk helyet, hogy én nekem az volt az érzésem, és akkor itt megkérdezlek igazán téged is, hogy akár az ő szövegét, prózáját olvasva az olyan, mintha idegen nyelven is megállta volna ugyanúgy a helyét. Tehát már nem csak az a lényeg, hogy szegedi vagy magyar nyelven alkossunk valamit, hanem valahogy világirodalmi szinten is mutassuk meg, tegyük le a névjegyünket. Ha már elhangzott Kecsmár Szilvia neve, akkor tőle hoztam egy prózát. Két percnyi mennyország. Párizs, illetve van. A külvárosi két bérházat egy függő folyosó köti össze, amit folyamatosan keresztül fúj a szél, és hetek óta nedvesít az eső. Mirej megszokta már, csak felkapja a kabátját, s jöhet a két percnyi mennyország, vagyis a dohányfüstös nyugalom. A lakásban nem szeret cigizni, a 30 négyzetméteres saját tér túl hamar válna átláthatatlan orpacsaró gomolyaggá. Inkább fagyoskodik a folyosón. Mirej vékony szikárasszony, túl egy válláson, több betélésen, káprázatok és csalódások során. Rég nem az a vidéki fruska, aki a boldog jövő reményében Lyon mellől Párizsba szökött, hogy sanzonokat énekeljen, vagy színésznőként hullattassa a publikumot. Miután férje jól helyben hagyta, s rádöbbent a Rivalda fény is messze elkerüli, új lehetőségek után nézett. Egész gyerekkorában azt hallgatta, hogy milyen szépen ejti a szavakat, milyen hatásosan szaval, mennyire érzi a nyelv ritmusát. Gondolta, tanárnak még jó lehet. Nem tévedett. Már 8 éve tanít az egyik közeli iskolában, s bérel lakást a körgyűrűtől alig néhány utcányira. Nem vár túl sokat az élettől, ám minden percét maradéktalanul kiélvezi. Az utóbbi időben egy fiatal kelet-európai pár köti le figyelmét, akik néhány hónapja költöztek a szomszéd lakásba. Rögtön megtetszettek neki, Mirej az első hetekben csak távolról fürkészte őket, majd egyre kedvesebben mosolygott rájuk, mint többször kérdezte, hogy mit főznek vacsorára, vagy dicsérte ízlésüket, ha boros üveget látott a kezükben. Persze legfőképpen a bort méltatta. Most arra eluralkodott rajta az érzés, hogy honvágyukat csillapítani köteles, hogy minden francia nevében mutat példát, hogy vissza kell adnia valamit abból, amit az élet elvesz ezektől a csak nem elárvult fiataloktól. Mindezt a maga könnyed francia módján gondolta ki. Nem tépelődött sokat a megoldáson. Kultúra leckéket adok nekik. Kiáltott fel egy reggelen. Első lépésként meghívta őket vacsorára. Hogy ne csak élvezetes, hanem hasznos is legyen az este, úgy döntött, együtt főznek majd. Ismerik a lepény halat? Tudják, mi a croissant titka? Hányféle sajtot kóstoltak már? És a kokován? A lioni kolbász? Szarvasgomba?
Mireinek rengeteg kérdése volt, és még több válasza. A fűszerezésben hagyta, hogy a fiatalok kísérletezzenek, ám a borok terén nem ismert tréfát. Esték jöttek estékre. Hol Mirej otthonában, hol a fiataloknál főtt a finom vacsora. A beszélgetések egyre meghittebbé váltak. A kulturális különbségek lassan feloldódtak. Mirej szenvedélyesen beszélt társadalmi kérdésekről, politikáról, minden esetben az emberi tényezők pontosságát hangsúlyozva. Világszemlélete egészen meglepte a fiatalokat, akik távol az otthontól egyre inkább hitték, az ember eltiporható rabszolgacsak. Épp az első pofonokat ízlelték, és nézték tétlenül, ahogy szertefoszlanak az álmok, amikor jött Mirej, hogy belenyugvás helyett valami egészen másra tanítsa őket. Van programjuk szombat délutára? Kérdezte egy nap Mirej. Szép időt mondanak, nagy öröm ez októberben. Menjünk piknikezni. A fiatalok elcsodálkoztak az őszi piknik ötletén, de tiltakozás helyett felkerekedtek. Elment rosszak a latin negyedik, betértek a Gay-Lussac utca sarkán lévő édességboltba, végighallhatták Mirej és az eladó esznefuttatását az Amandine pisztásról, rögtön vettek is belőle hatot, majd a közeli Luxemburg Park felé indultak. A hatalmas kertben nyüzsögtek a párizsiak. Bor, sajt, gyümölcs. Az asztalokon kártyaparti, pétán vagy könyv szórakozás gyanán. Vége láthatatlan beszélgetések és sütkérezés az őszi nap alatt. Egyenek, egyenek, mondta Mirej, és nagyot harapott a süteményből. A fiatalokon hamar eluralkodott az általános jókedv. Nyugalom költözött a szívükbe, és hosszú idő óta először újra hinni mertek a gyerekkori álmokban. Nem mehetnek el, fakadt ki Mirej, amikor a pár bejelentette, hogy még karácsony előtt hazaköltözik. Bármikor meglátogathat minket, addig marad nálunk, ameddig csak szeretne, győzködték a fiatalok. Kedveseim, mihez kezdenék én ott? Sóhajtozott. Amilyen jól főz, nyithatna francia éttermet nálunk. Ugyan már, hessegett el az ötletet Mirej, s könnyek szaladtak a szemébe. Igazán megszerette ezt a két fiatalt. Alig 2-3 hónap, és szinte úgy érezte, végre családot kapott, hogy a fiatalok nem idegenek többé, nem holmi tetszőlegesen behelyettesítő alanyok az ő kultúrleckéihez. És most mindennek vége. Mire mennek ott keleten az én tanításaimmal? Zokogott, mint egy gyerek. Búcsúzóul asztalhoz ültek, kinyitottak egy palac testes vörösbort, s keserédes révedezésbe kezdtek az eljövendő szép napokról. Mirej a bérház függő folyosóján nagy kabátban élvezi a 2 percnyi mennyországot. A fiatalokon jár az esze. Már 3 hete, hogy elköltöztek. Meglátogassam őket. Nyissak ott éttermet, morfondírozik el. Madarság, űzi el a gondolatot, mégis egyre jobban tetszik neki az ötlet. Kalandra vágyik, felfrissülésre. Csak még egy slokk ebből a hideg estéből, egy pohárka bor, palapnyi sajt, s eldönti, hogyan legyen. Mi folyik itt? Ámul el hirtelen. A szomszéd lakásból fény árad ki, zajok hallatszanak, s az ablakban egyszer csak megjelenik 2 fiatal. Kedvesek, aranyosak. Nézi őket Mirej. Ők is kelet-európaiak lehetnek. A korlátnak támaszkodva figyeli, ahogy élet költözik az üres terekbe, vidámság a néma falak közé. Talán egy kicsit még maradok. Tűnődik el. És egy újabb cigire gyújt. Kaiser László, eldobott poharak. Eldobott poharak úgy is megmaradnak. Őrzői emléknek, szónak, jónak, dacnak. Eldobott poharak üresek már végleg.
távolodóban ülnék, vissza-vissza néznek. Köszönjük szépen! Beszéljünk egy kicsit a prózákról, de nem csak versek tartalmaz az antológia. A válogatásod során, és az előszóban is ezt jelezted, hogy alapvetően mennyire másként tudunk látni egy-egy történelmi sorsforduló eseményét, legalábbis a szerzők, akik itt közöltek. És ugye elhangzott a sóha is, hogy bezzeg a fiatalságnak már nincs egy ilyen egységes, vagy legalábbis valamilyen értéklátásmódja. Az az érdekesség ennek a kötetnek, hogy a prózai anyagokban ugye a történelem kerül, történelmi témájú novellák többsége, ha jól tudom, ennek az alkotó része, és nagyon különböző látásmódok, hála Istennek, ez egy nagyon érdekes színfoltja lehet így olvasóként is mondva, vagy egyik első olvasójaként, ha mondhatom így, frissen, mert benne van a városi kép, a világháború, de benne van a népi irány is, és ez is jó, hogy legalább egy ilyen szál, vagy két-három szál azért kötődik szegediséghez is, hiszen Szeged nem csak a városok népe, hanem a környező, a városfalon túli, a töltésen túli tanyák népé is. És ugye itt is felhangzik, sőt, kicsit arrébb menve a látóköréhez tartozik más település is, uram bocsá, közeli Hódmezővásárhely is, és ugye Hódmezővásárhely, kicsit haza is beszélek, a két város között ingázok tulajdonképpen, is szót kapott, hangot kapott. És nekem nagyon érdekes volt így olvasni ugye egybe, hogy a prózák között ugye például az Árpás Karcsinak a munkája családi témájú, ugye a 1919-es eseményt örökíti meg a konkrét rokona kapcsán, de ugyanilyen megható volt számomra ugye erdélyi témával ugye a Fehér Józsefnek a novellája, aki a román megszállásnak egy nagyon kiélezett pontját ragadta meg, egy esküvő kellős közepén vagyunk, és tényleg végigizgulta az ember, hogy mi lesz a vége, hogy akkor tört be a faluba, vagy abba a helyszínre, novellának a helyszínére, ugye a román megszálló csapatok is bele a közepébe az esküvői menetnek. Tehát azt a drámaiságot, ez olyan hiányzott volna, ha nincs egy ilyen népies regiszter sem azért. Tehát, hogy ne ilyen utolsó mohikánokként már lassan könyvtárakba kell menni népi témákért, annyira modernek és annyira globálok vagyunk, ugye, hanem azért legyen egy kis ilyen szájízünk is. Uram bocsá, versbe én meg őzök. Tehát, és azt egy versbe, ami itt választottál, azt ahogy látom, az meg pont erre játszik rá, hogy maga a népiség vagy a népi hang, az most ebben az esetben nem biztos, hogy maga a népi környezetet is jelenti, hanem a megszólalás módját. Úgyhogy én is, hogyha furcsálták volna egy kicsit a kiejtésömet, akkor ez innen tudatosan vállalom. Gábor, azt kérdezem, hogy ilyen esetben te mennyire ringadott ez a történelmi téma? Ez most nagyon, mondanám azt, hogy trendi. Ha emlegetted a nagy áruházláncokat, akkor nagyobb részt ilyen könyvsorozatokat látunk, és abban az egyetemes római történettől a kelta mitológiáig mindenütt ott van, mint a cukrok kínálgatnak bennünket, hogy nyúljunk érte jó nagy áron, illatos is, színes is, minden van. Mit gondolsz erről? KKT. Igen. 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 Tehát jól mondtad te, hogy az egyetemes történelem, kelta, mitológia, meg az ókori Róma kultúrája, meg minden, igaz? És akkor innen átcsapva, igaz? A filmvilágba, illetve hát az angol szász regényvilágtól kezdve a filmvilágba, igaz? Éhezők viadala, meg minden. Tehát azért összefügg ez, hogy a misztikumot, meg az egyetemes történelemnek azt a részét, ami egy kicsit olyan ősiség, meg misztikum, azt nagyon szereti a közönség, így van. De hogy konkrétabb legyek. Tehát ez az urbánus, népies vonalnak a vitája, ez nem új a magyar irodalomban, ez azért a 20. század elejétől azért jelen van. Lásd Adék, Veres Péter, stb. Németh László, igaz? Harmadik út, igaz? Nem népiesség, nem urbánus, hanem egy harmadik, igaz? Én azt mondom, hogy ma tegye mindenki a szívére a kezét, hogy népiességben urbánus ide vagy oda. Szóval
az van, hogy a sorsunkat is azért, vagy a napjaink, ne, felejtsük már ezt a sorsunkat, bocsánat, napjainkat is meghatározó történelmi sorsfordulókat sem látjuk egyformán. Se az első világháborút, se 1919-et, se 1920-at, se a Hortikorszakot, se Hortit, se, jó, mondjuk Szálasit hagynám hozzám szóba, se az 56-ot, se a Kádár rendszert. Nem tudjuk egyformán látni. A mai magyar társadalom, ezt nekem senki nem mondja, hogy ebbe van konszenzus. Hogy úgy milyen is volt. Történészek ügyködnek, Szabadságtér 89 ezerrel gyűbörög a tévében, és senki nem egyformán látja. Vagy az össztársadalom nem egyformán látja. Hogy kapcsolódjak nyilvánvaló ide a dologhoz, hogy amíg ez nincs meg, hogy egyfajta konszenzus kialakuljon legalább a 20. század sarkalatos történelmi eseményeinek a látásában, addig ez az irodalmi ténykérdés, hogy most hogyan adják át, és hogyan látják az urbánus és a népiesség köreit az adott szerzők, addig nem lesz konszenzus. Addig ne várjuk azt, hogy az olvasó majd tisztán lát, és az olvasó majd látja azt, hogy... Másik kérdésed ez a népiességnek, tehát a nyelvjárásnak a megjelenése az irodalom. Hát Móricz óta vita egyébként, hogy ennek akkor van-e helye, nincs-e helye, hát hagyd ne most és itt döntsük mi el. Jó, tehát amit az író láttat, ábrázol, és ahhoz kell a nyelvjárás, kell az adott milliónek a bemutatásához az a fajta közlésmód, akkor annak helye van. Ha meg nincs, akkor esztétikai céltól távol van, célvesztés, stb. De azért mondom, tehát én úgy válogattam, hogy ahol úgy éreztem, hogy helye van, ott helye van, ahol nincs helye, ott nincs helye. Ott csak ilyen póz. Van, hogy póz a nyelvjárás. Van helye sokszor, ugye most épp ebben nincs benne, de egy példa friss, ugye a könyvétlen, ugye most a fesztiválon megjelent a Veszel Katának a könyve, aki a betyár Veszel Kata Imre ősét mutatta, és abban a nyelvi közegben, abban a szövegben viszont nagyon is odaillő, és amely szóba került. Pontosan, esztétikai célja van, tehát nem önmagában. Vagy nálunk Hódmezővásárhelyen van egy ilyen pályázat, ami ilyen őzést hirdet meg, de az erőltetettnek érzed. Azt nem tudok róla, de már így első hallásra erőltetettnek tűnik. Igen, tehát az, hogy olyan hozzák várnak ebből, és akkor a többség azért érdekes, hogy mind népi témát választ, tehát erőltetve, de népi témát választ. Nem tudja elképzelni az űzés más kontextusba. Ez a furcsa. Maradjunk egy picit a történelemnél, ugye az, hogy milyen értékfogódzók vannak mondjuk egy szegedi antológiában, vagy egy ilyen országos történelemhez. Ugye az egyik novella, a 56-ot, ha említetted, akkor mondjunk egy másik 56-ot, 1456-ot, vagy korábban megyünk 12 éve, 1444-kori Szegedet mutatja meg a Bene Zoltán novellája. Itt a harangszót is hallunk, ugye Zoli az elődje valahol ott hátul meghúzza magát, mint szervezet. És így mutatja is, hogy idő van, ne beszéljünk már annyit. Úgyhogy ezt is szépen lehet látni, hogy ugye a Hunyadi és a Szeged találkozás, hát vannak olyan találkozási pontok a történelemnek és a regionalitásnak, ami viszont értékteremtő és funkciója van. Tehát nem kell ilyen misztikus nagy történeteket varázsolni. Ezek a nagy hősök átgyalogoltak, átutaztak, nem csak ide a Hódmezővásárhelyre is, stb. Történelem kapcsán, ugye most ilyen szerencsés vagyok, jó magam is, Nándorfehérvár, egy másik ostromával is foglalkozhattam ennek kapcsán. De ez az írásunkban van egy másik szám, még ezt csak el szeretném mondani, kritika. Művészetkritika nincs már itt a szerző szerintem, tehát az, hogy a szegediség, akkor a szegedi szabadtéri játékok, opera előadása, zene, zeneiség, és egy nagyon érdekes megjegyzése volt, amit én ki is írtam, hogy ez is mennyire a mai világra jellemző, most függetlenül az előadástól, amiről ugye szó van benne, hogy nem tudunk zenét csak hangosan hallgatni. Ha fesztiválra megyünk, szabadtéri, akkor az a vattok ezreivel hallható, röcsögve, fülkárosodással, stb. Szinte jellemző, idézem a Marton Árpádot, üvöltő zenének nincsen súlya, mélysége, nincsenek regiszterei, nem válik érzés, sors, vágyfolyammá.
nem egy jó kis zárszó az a nehézségben, és megkérném, hogy a hátra maradt verseket akkor a Fakuy Andrea és az Antal Anikó még ossza meg. Nagyon köszönjük a szerzőknek, hogy küldtek be írást, megmérették magukat országos lapon, így akkor ilyen téren kezükbe vehetik a munkájukat, és remélem minél többen egy év múlva gyarapodó szerzőkkel, gyarapodó írásokkal, akik nem kerültek be, azok olyan labban publikálnak és serkentőleg, ha nem pedig gátlónak. Tehát köszönöm szépen, és köszönjük az írótárság nevében azt, hogy megtiszteltek bennünket. Átadjuk a művésznőknek még a hangot, meg a képet. Arany Tóth Katalin, Választalanul. Lassan széllyel feszül az a képkeret, mely közé beszorítanak a terek. Lenyomataim görcsös faktúrákban ülnek, s minden pillanatnak színe van. Felül mindig a fekete, pedig én éjjelente szivárványról álmodom. Úgy ölel, mint a legősibb hatalom. Az estek csöndjébe fészkelem magam, mint a hazatérő fecskék. A hajam itt-ott ezüsttől fénylő, s még takarom, az idő gúnyosan pöröl, de hagyom. Illattalan vágyat visz a képzelet, a vándorló szavak kendőzetlenül hullnak elém. Semmi nem írja felül az ősi ösztön. Előttem mély árok, mint a fák, egyenes derékkal állok. E bősz dacot úgy elcsendesíteném. Ám szelet s vihart magam gerjesztek én. Ó, de miként is lenne béke bennem, mikor fák közt a fény is csak átosan. Nem létező boldogságról álmodom. Ki vagyok én, s mély titkok birtoklója, a gondolat csak barázdáit rója, s én már oly gyenge és fáradt vagyok. Választalanul élek, úgy is halok. Kinek lelke száll, boldog csak az lehet. De hol van a szabadság? Ki mondja meg? A magány kimondatlanul is remeg. Mikor a csönd szavak nélkül beszél, átkozott fegyvernek hallja mindki fél, és bátornak csak az valhatja magát ki, át tudja lépni konok önmagát, közönségessé válni, örök teher. Hol a szégyen a szívdobbanásba ver, nincs ott már vigasz, és nincs új égi jel. Diószegi Szabó Pál, Páratlan ének. Plakátról szólítsz, kérdezem, kinek? A hirdetésed vers mindenkinek. Hiába tépném húromon kezem, hiába szólnék veszedelmesen, mondhatnánk bármit, ha magunk vagyunk, betűnyi csend lesz, mit magunk hagyunk. Sorokba zártan majd mind elmerül, a fehér halál lesz kegyetlenül. Legyen csak könyvben, vagy interneten, legyen szavakban, vagy minden szemen, találkozáskor a reggeli buszon, csak mi olvasunk? Már nem is tudom. Fülhallgatókkal. Nem hallgat én rám, engem is megcsal, CD-vel, CD-n. Nem olvas órán, nem kérdez furán, nem hallhat verset, csak
Éjfél után. Szemekre vágyunk, de sorsunk csaló, birodalmunk csak trójai faló. S fa Laokon kívül nem omlott Trója. Szembenézhetnek. Mű az írója. Horváth Dezső. Civilizátorok. Beleestem, mint légy a levesbe. Isten tudja miért, azt se tudom hogyan, de eszembe jutott a szó. Civilizátor. Sötétek a gondolatok alapútjai. Gyöngülő memórickámban meg se fordult. Nem mindennapi kenyerem, rég volt egyetemista korom óta, nem szokott előfordulni szókészletemben, most kikandikál belőlem, mint piros almából a féreg. Olyasmit jelent a szó, fölzárkóztatlak benneteket a kor civilizált színvonalához, ha mindnyájan belepusztultok is. Annyian teremnek mostanában, azonnal többes számba teszem, civilizátorok. Már is ott vagyok, Madács Imre íróasztala körül. Emlékezett frissítőként lexikonokkal bújok, internetet is, mert az már biztos, az én fejem se káptalan, és talán soha nem lesz már az. A fájdalmasan szarkasztikus drámácska 1859-ben íródott hajszára az ember tragédiája előtt. Vagy közben? A szerző lázadó humanizmusa és pesszimizmusa ötvözeteként. 10 évvel a szabadságharc leverése után, esztendei fogságát letöltve, Fráter Erzsébettől elválva, nyilvánvaló áthallásokkal megtetézve. Adva van tehát Strom, a civilizátor, a német Strom folyót jelent, a Bach pedig patakot. 2 kutya által gond aligán roppant halom irományon ülve megjelen, a színpad közepén megáll, s leszáll. Az irományok mostani változatban a törvénydömping jelentést hordoznák, rendeletek halmazát. Mindenre van paragrafus, bár annyi is elég lenne, hogy leírják azt a keveset, amit még szabad embernek szabad. Az összes többit tiltanák. István falusi gazda cselédei mai szóval a nemzetiségiek. Janó Tóth, Uros Rácz, Mitrule Olá, Karló Olasz, Mürcül, Német és Szűz. A mű első mondatán érezni lehet, egy bordában szőtték a tragédiával, később pedig azt is nem adta senki Arany János beleigazító igyekezete alá. Arisztofanész modorában íródott, itt is van kar, de miből, kikből, állhatna másból, svábbogarakból. A civilizátor azzal kezdi, hogy a gazda ellen föllázítja a cselédséget. A történelmi párhuzam kézenfekvő. Valahogy idáig jutottunk mostanában. Néha-néha, mintha lángban állnának határaink. Mi a nemes munka veleje? Csak a kellő adót fogadom el, vagy adót fizetni engedelmesen. Pénzreform is természetesen papírbankó a régi helye, mintha ezt neveznék ma hétköznapi lépegető inflációnak. Értékpapírosok, nyugdíjeltérítések, rezsik, bankok és bankcsődök, bróker botrányok, öreg Ákostól kezdve. És a svábbogarak? Minden váltáskor fülkékbe tömegelnek, ahol fülke forradalmat színlelnek is. István gazda kifakadása is belém ragad.
Még nem vagyok úgy civilizálva. A felelet majd lesztek. Magamban jutottam tovább is, kicsit más hangszerelésben, de itt megállok. Elérhetne a vád, hogy politizálni akarok. Még magam sem vagyok úgy civilizálva. Simai Mihály, Kartaúzi. Lábamnál ég a rőtavar, köröttem zúgó hangzavar, sípol, dudál, ordít, recseg valami őrült szerkezet. Szavanként szórtam szét magam, még azt hittem, értelme van. De állok immár szótalan, torkomban benszakadt a hang. Az ige túl szép volt nekik. Ide ocsmány szó kelletik, majom parádé prasnyaság, nem titkok, álmok és csodák. Legyen hát, Isten csöngye szebb. Elhallgatom az éneket. Az ő szájában csönd leszek. Minden csöndeknél csöndesebb. De minden hangnál hangosabb. Thank you.